Milyen sűrűn megtörténik velünk, hogy arról panaszkodunk, hogy nincs elég időnk. Ezer és ezer emberi igazolja magát azzal, hogy nincs ideje az imádságra, a családjára, egy beteg ismerős meglátogatására, saját pihenésére. Tudattalat mindannyian érezzük, hogy ez nem helyes, nem úgy van, ahogy lennie kellene. Ezek mindig nagyon fontos dolgok. Imádság, család, haza, egészség, a fele barátunk, és mindenre egyszerűen azt mondjuk, hogy nincs rá időm. Vajon ez az állítás megállja a helyét Isten előtt is? És minden ezért van, mert a Jóisten rövidre szabta a napunkat? A hívő ember nagyon jól tudja, hogy a dolgok ilyen beállításának nem sok értelme van. Elegendő időnk van rá, hogy végbe vigyük mindazt, amit Isten kiszabott ránk a hétköznapi életben. Ő az, aki feladatainkat kiosztja. Ismeri a képességeinket és a lehetőségeinket. Másodpercre pontosan eltervezett minden lényegest az életünkben. Ha kevés az időnk, erre csak egy magyarázat létezik. Hogy ez nem Isten hibája, hanem a miénk. Biztos, hogy nem tudunk boldogulni mindazzal, amit meg szeretnénk tenni, még akkor sem, ha képesek volnánk 24 órát dolgozni naponta. Minél többet dolgozunk, annál inkább tudatosodik bennünk, hogy kifutunk az időből, és egyre több és több feladattal nem tudunk megbírkozni. A munka, a folyamatos tevékenykedés állandó fáradtságot jelent, és ez képes rá, hogy teljesen elpusztítja az ember lelkét. Sajnálatos módon ez az igazság a munkával kapcsolatban. Ugyanakkor Isten nem azt kívánja tőlünk, hogy végtelenül sok jót tegyünk, csak hogy végbevigyük azt a jó cselekedetet, amit ő jelölt ki számunkra. Akkor hát miben rejlik a kulcs az idő megfelelő kihasználásának? Miért van az, hogy egyesek közülünk olyan sok jót tesznek, és sosem panaszkodnak, hogy nincs elég idejük, ugyanakkor mások olyan kevés jót tesznek, és még sincs idejük semmire? A magyarázat elég egyszerű. Az idő annak a kezében van, aki szeret. Mondok egy példát. Akik szerelmesek, azoknak mindig jut idejük egymás, még a mindennapok megszokott taposó malmában is. Meg tudják oldani, hogy találkozzanak és beszélgessenek, hogy levelet írjanak egymásnak. A férj, aki szereti a feleségét, mindig fog rá találni időt. Az anya, aki szereti a gyermekeit, még akkor is fel fog kelni, hogy megnézze beteg gyermekét, ha nagyon fáradt, és sorolhatnánk tovább. Az első jelzés, hogy a szeretet kihalszik bennünk, ha nem találunk időt a szeretett személy számára. Az igazi szeretet sosem fogja megengedni, hogy betemesse a sok munka, a problémát. Mindig megtalálja a módját, hogy a dolgokat helyes fontossági sorrendbe állítsa, és ennek a rangsornak a csúcsán a másik ember áll. Miért van az, hogy semmi más, csak a szeretet tudja uralni az idő helyes kihasználását? Csak a szeretet az, ami le tudja küzdeni az idő határait, és a végtelenbe tudja kitolni azt. Akiben nincs szeretet, annak nem lesz ideje sem Istenre, sem a fele barátaira, sőt, mi több, még saját magára sem. Ha szeretünk, az idő megsokszorozódik a kezünkben, mint a kenyér Jézus kezében, aki igéjének ezer és ezer hallgatóját lakatta jól. A szeretet emberei életük egy órája alatt egy tömeget is jól tudnak laktatni.